Köszöntöm nézőket, dr. Kovács Tiborral beszélgetek, aki a járási főállatorvos funkciót látja el, mióta is? Egészen pontosan 2016. április 11-e óta dolgozom itt a hivatalban. Itt az Adjenre utcai 4 szám alatti járási hivatalban található, és a Kazinci utca felől kell bejönni, aki esetleg keresné önt, itt találja meg. De egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan is lett ön állatorvos. Induljunk el egy picit onnan, hogy gyerekkorában mennyire szerette az állatokat. Igen, ez a gyerekkorra nyúlik vissza. Hát a szüleim elmondása szerint még olvasni és kutyáskönyvből tanultam meg. Szerettem volna kutyát, talán mint minden kisgyerek, így magának elsőként, aztán olyan helyen laktunk, hogy nem lehetett, de én vágyakoztam rá, sokat olvastam utána, és ez az egész állatszeretet a kutyából kiindulva, később nyilván kiteljesedve megmaradt, és amikor pályaválasztásra került a sor, akkor egész egyértelmű volt, hogy ezt a szakmát válasszam. És mi volt ez az áhított kiskutyafajta? Tehát melyik volt az a kedvenc, amit szeretett volna megkapni? Jó kérdés, sok mindegyiken végigmentem, tulajdonképpen amikor például elküldtek a szüleim boltba, és mentem kerítéseknél, minden kutya tetszett, de azt hiszem az első, amit szerettem volna, az a tacskó volt. Gondolom a kis mérete miatt, amikor még kisebb volt. Nagypapáméknak az volt, olyan fajta volt, és akkor amikor nyáron mentem nyaralni, ott voltam náluk, akkor kiélhettem az ilyen kutyás szenvedélyemet, mert akkor ott voltak általában pont nyáron kiskutyák, és az jó volt. Azt tudom, hogy most Debrecenből érkezett, de az egész gyermekkora Debrecenhez kötődik? Nem. Édesapám katonatiszt volt, tehát azért ilyen költözős család voltunk. Én Nyíregyházán születtem egyébként, és most például pillanatnyilag Debrecenbe. De hogy így teljes legyen a kör, a szüleim például Balatonparton élnek, ez mondjuk nyaraláskor. Ha majd egyszer lesz rá időm, akkor jól. És akkor hol végezte egyetemet, meg hol végezte a középiskolát? Középiskolát Kaposváron végeztem. Igen, egyre messzebb. Az egyetemet, az általánosi egyetemet azt Budapesten, és utána még volt nekem egy ilyen szorgalmi köröm, és még a jogi egyetemet is elvégeztem, azt pedig Debrecenbe. És egyébként a szüleim mit szóltak hozzá, hogy ha már nem kaphatok kiskutyát, akkor én most állatorvos leszek, az egy picit sarkított ez a kérdés, de azért gondolom, hogy sok minden felmerült. Támogatták abszolút, tehát ő bennük is valószínűleg úgy fogták fel, hogy na ez a gyerek csak állatorvos lehet, és támogattak mindenbe, kellett is a támogatások hozzáteszem minden téren, és ezt meg is kaptam, tehát teljesen azt hiszem, hogy szülői segítséget családtól elvárható, ezt én maximálisan megkaptam. Állatorvosként azért sok mindenfajta állattal találkozik, gondolom akkor azért megmaradtak kedvencnek a kutyák, de volt esetleg a pályafutás alatt valami egzotikus dolog, hogy mondjuk ott, ahol éppen dolgozott, mondjuk cirkusz volt, és valami egzotikus állatot kellett meggyógyítani? Hát cirkusz az volt egyébként, de most tényleg ilyen cirkuszi állatra is gondolva. Hát a kutya megmaradt, de aztán kiteljesedett, hogy minden állatfaj, amivel foglalkozunk, azt szeretem. Így, hogy most hivatalba dolgozunk, tehát egy ilyen hatóságként, így azért ez a kedvenc állattal ritkábban találkozunk, de én régebben dolgoztam rendelőbe is, tehát kis állatpraxis, meg egyáltalán úgymond ez a klasszikus állatorvos praxisba is, tehát végigjártam ezt a kis létrát, ha lehet így mondani, és hát amilyen kuriózum, nem tudom, talán hát a cirkuszban voltak gondok, ott pónilovakkal voltak, és az komoly probléma volt, az sikerült megoldani, de amilyen érdekes állat, hát ami szerint maximum a leguán, tudom mondani, de az bevallottunk, akkor nem értettünk hozzá, most már van külön ilyen szak, hogy egzotikus állatorvosi szak, és én úgy gondolom, hogy egy állatorvos attól még jó állatorvos, hogyha bemeri vallani magának, hogy ehhez nem ért, és olyan kollégához küldi, nem pedig mindent megcsinálunk alapon, majd csak lesz valami, és megoldjuk. Itt mondta, hogy volt az egy gyakorló állatorvos is, akkor ez azzal is járt, hogy mondjuk hajnalba kellett menni eléshez, bármihez, tehát ez mennyiben hiányzik a mostani munkájából? Ez teljesen más, de mondjuk ez ilyeneket úgy visszaemlékszik ezekre? Teljesen visszaemlékszem, nem hiányzik a hajnali kelés egyáltalán. Volt egy olyan korszak is bizony, ami volt olyan szarvasmarha telepet, láttam egy nagy méretű szarvasmarha telepet, ott hajnalba kellett kimenni, mert amikor a fejés volt, akkor voltak az állományok, vagy akkor volt az állományban, akkor lehetett embert, aki megfogta, aki megvizsgálta, által láttuk. Ezek ilyen fél négyes kelések voltak, mint gondolom minden kollega ezt megéli. Nagyon jó időszaka volt az életemnek, de nem sírom vissza, azt sem. Kicsit ne vegye gonoszkodónak a kérdés, de most van kutyája? Van kutyám, igen. És milyen? Doberman.
Akkor a tacskodra egy picit nagyobb. Maradt. Tehát olyan színe van, mint a tacskona, csak egy kicsit nagyobb. Mm. Tehát a családban most úgy vannak, hogy nagyobb kutyákat szeretik, és meg a közbiztonság mellett nem árt azért, hogyha egy nagyobb testű kutya van. És egyébként milyen gazdinak tartja saját magát? Elkényezteti a kutyust, vagy azért az az a fajta, amit azért annyira nem lehet kényeztetni? A kényeztetés nem az én dolgom, én szigorú vagyok és igazságos szerintem, így kell bánni velük. Van, aki kényezteti a családba, de nem ő a falka vezér. Akkor ezzel mindent elmondtunk, térjünk vissza egy picit a mostani munkájára. Tehát nem gyakorlatorvosként érkezett, mert akkor ezek szerint hivatalban dolgozott korábban is. Igen, előtte kerületi felállatorvos voltam, és hát annak idején tulajdonképpen a jogi egyetemet is azért kezdtem el, hogy úgy gondoltam, hogy ennek lesz létjogosultsága, és hát bízom benne, hogy lesz is. Akkor beszéljünk egy picit arról, hogy járási felállatorvosként mi a feladata, és mi tartozik önhöz. Hát a járás területén tulajdonképpen minden előfordul állategészségügyi probléma. Ez egyrészt a állatvédelmi, járványvédelmi dolgok, élelmiszerlánc biztonsági dolgok, ezek mind hozzánk tartoznak. Itt azért lehet többször látni a névi kocsiját, amikor laboratóriumból bármilyen mintavétel van. Így van, minden szerdán jönnek, tehát itt a kollégák, van egy mintavétel tároló helységünk, egy azért biccentek arra, mert ott van hátul egy ilyen külön kis rész, ha hűtők vannak, és akkor nem csak a kollégák, hanem bárki, akinek ugye a mintát el kell jutatni Debrecenbe, mert most már csak kevés állategészség diagnosztikai intézet van az országban, régen sokkal több volt, és akkor jön ez a körúton az autó, és innen viszi a mintákat szerda délután, olyan 2:30-3 körül szokott érkezni, és akkor innen felveszik, melyik minta, szépen adminisztráljuk, és akkor viszi be Debrecenbe. És hát akkor, ha valakinek valami problémát találnak, akkor utána jön a következő lépés. De hány állatorvos irányítása tartozik önhöz? Megmondom őszintén, a pontos létszámot azért nehéz megmondani, mert ilyen átfedettség van, tehát a kollégáknak egy része a járáshoz tartozik, és ebben is vannak például olyanok, akik mondjuk húsvizsgálat, tehát vágóhidon dolgoznak, tehát ilyen szaksegédi funkcióban dolgoznak, meg olyan állatorvosok is, aki a megyéhez tartoznak, a megye tulajdonképpen tehát ő a munkaadó, de a járás területén dolgoznak, és velük is dolgozunk, tehát amikor munka van, akkor én ugyanúgy szólok nekik, de mondom még, hogy a megyéhez tartoznak, és így ez pontos létszámot nem tudom, mert ezek vannak is, meg nincsenek is, de hát ez most folyamatban van, ez a járásos, meg a megyének a funkciója, hogy alakul, és majd meglátjuk, hogy lesz. Tehát akkor tulajdonképpen van a hatósági része, a hatósági állatorvosok, és vannak, akik mondjuk egy szarvasmarha telepet, vagy bármilyen más telepet KFT-nél, vagy nagyobb cégeknél ellátnak. Így van, tehát így oszlik meg, hogy tulajdonképpen vannak hatósági állatorvosok, ők végzik a hatósági munkát, én most elsősorban róluk beszéltem, hiszen ők tartoznak ugye hozzánk, ezen kívül vannak úgynevezett jogosult állatorvosok, ez a következő lépcső, itt azt jelenti, és akkor vannak, hogy már egyben mondjam, a magánállatorvosok, amit az előbb tetszett mondani, a magánállatorvos, tehát ő semmilyen hatósági dolgot nem végez, ő végzi tulajdonképpen azt a klasszikus állatorvosi munkát, ami nagyon szép és nagyon jó, és akkor a köztelevő, a jogosult állatorvos, ők tulajdonképpen magánállatorvosok, bizonyos feladattal felruházva. Ezek régebben ilyen hatósági feladatok voltak, ami ilyen kiszervezés alá került, volt olyan, ami egyszerűbb, és ezeket a jogosult állatorvosok például a vágóhidon, húsvizsgálat, vagy ebb megfigyelés veszettség esetén, karanténozás engedély, ezeket ők megkapták feladatként, és akkor úgy végzik, erre van jogos. De azt azért mondjuk el nézőinknek, hogy ide már állatot nem hoznak be, tehát régebben, aki azért emlékszik rá, amikor még nem itt volt a állatorvosi rendelő, de azért vittek be állatokat is Temesvári doktor úrhoz, de ide már állatot nem hoznak be, hiszen ott már más feladata. Így van, ide állatot nem, ez abszolút járási hivatalként működik, tehát ez csúnya papírmunka, ha most így viccesen mondanám, de persze ez nagyon fontos dolog, de már állatokkal nem foglalkozunk. A minta evévő helységben esetleg, aki akar, találkozhat rókával, mert ugye amikor veszettséges mintavétel van, akkor a vadásztársaságok ki van osztva, hogy melyiknek mennyi, és akkor hozzák a róka hullát, meg a sakál, amikor melyik van, és azok itt landolnak nálunk a hűtőbe, addig, míg a mintavételi kocsi el nem viszi. Tehát végül is csak van állat. Csak más formában. Igen. Mi jelenti a kikapcsolódást? Hiszen azt hallottuk, hogy a dobálmannyával akkor nem ő az, aki a kényeztetést végzi, de mi jelenti a kikapcsolódást? Hát ez a gyerekkorom óta kutyázom tulajdonképpen, ez a kutyus is úgy került hozzám, hogy valamikor az anyukája nálam volt, és akkor most így került egy kölyök formába vissza hozzám egy része.
A másik hobbim meg hát ilyen súlyzózgatás, hogy finoman fogalmazok, tehát az is hosszú-hosszú idő óta, nem tudom ki mennyire járatos benne, az erőemeléssel foglalkozom, ez egy súlyemelés, ez hasonló sport, és én hiszem, hogy a test és a szellemnek az összhangja az nagyon fontos. De akkor ez versenyszerűen is, vagy inkább csak hobbi szinten? Hát, ha már rá tetszett kérdezni, ez versenyszerűen is volt. Hát most azért az új munka, meg az akklimatizáció elvonja figyelmemet, de hát versenyzés volt. Nem is olyan régen, meg még majd tervezem is. Hát akkor beszéljünk már ezekről az eredményekről, hiszen biztos, hogy érdekel sokakat, és egyáltalán akkor egy picikét erről. Szívesen beszélek róla, nem gondoltam, hogy ez érdekes, azt hittem, hogy csak az állatorvosi témáról. Hát ebben a sportban többször is magyar bajnok voltam, sőt, ami a legjobb, az a világbajnoki 6. helyzet volt mondjuk 450 versenyző közül. Úgyhogy most meg lassan abban a korban érek már, hogy már azért lesz előnyem, hogy még tudom csinálni a gyakorlatokat. Úgyhogy azért akarom majd jövőre, vagy utána majd meglátom, ahogy az időm engedi nyilván, akkor még azért szeretnék. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy önnek nem az állatokkal volt, egzotikus állatok jöttek önhöz, hanem akkor ön egy olyan hobbit szenvedélyez, ahogy így hallgatom önt, inkább ez már szenvedély, egy jó, a szó jó értelmében ezt végzi. Hát lehet így fogalmazni tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy minden sport, tehát bármit csinál az ember, tehát kell, hogy sportoljon. Ha valaki a futást választja, teniszt, bármit, csak fontos. Tehát főleg ez az irodai munka is, de egyébként is mindenkinek egy kis mozgás. Amit szeret, teljesen változó. Hozzám ez állt valamiért közel, és hát meg ugye ebben voltam úgy eredményes, és akkor ez úgy megmaradt, és én azért szeretem csinálni ezt, úgy nehéz is abba hagyni, amíg tudom, az egészségem áll Isten engedi, amíg tudom, azért hát csinálgatom így. Reméljük, hogy még sokáig fogja. Itt ön mögött nem tudom, hogy ezt megörökölte, vagy ezek már a ön által kirakott képek, de itt azért tényleg látunk hegyeket, folyókat. Tehát mi jelenti a kikapcsolódást, hova jár szívesen? Ezeket megörököltem, ha jól tudom, az előző főállatorvos a kirándulása során készült képek, amik tényleg nagyon szépek. Én nem vagyok egy nagy fotós egyébként, tényleg, tehát ha rajtam múlik, egy fénykép nem készül. Viszont a környezetemben van, aki mindent fotóz, tehát még a fotót is fotózza, úgyhogy hát annyira nem vagyunk kirándulósok, ezt nem mondanám. Tehát azért ha a munkát nézzük, meg így családi dolgokat, meg hogyha az edzést is, meg a kis kutyázás, ez teljesen kitölti, esetleg annyi, hogyha nyilván ez utazással jár, ha kutyakiáltással megyünk, vagy egy kis kikapcsolódással nyáron hazamegyünk, de ezt azért szeretném majd, hogy a gyerekek nagyobbak, akkor azért nyilván szeretném ezt kibővíteni. Akkor a Balaton az adott, hiszen akkor a szülők azok ott élnek, hát reméljük, hogy még lesz alkalma augusztusban onnan elmenni. Akkor én jó kikapcsolódást kívánok önnek, és akkor szakmai sikereket, de azért sportsikereket is. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.